No, végre sikerült. Az aláfestő zenét gondolom, hogy felismerte mindenki, a négy évszak. Vártuk azt a 10 év alatt eltelt sok évszakot, hogy majd csak megjön a kupola. Ugye a társadalom 10 évvel korábban kész volt, mint ahogy az épület elkészült. A másik dolog, hát a vége elég hosszadalmasnak tűnt, az a kupolával sokáig állt az épület fölött. Ja, meg azt ugye láttuk, hogy úgy megindult, hogy egész attól féltem, hogy leszakad majd a kupola, mert egész felnél húzta magam után, ugye emlékszünk még rá a kupolát, a helikopter. És az utolsó mozzanat az volt, hogy mikor jó fél méterre, méterre odébb azért sikerült letenni a kupolát a sín mellé, félig rá, és nem oldott el a robbanószeges, hogy elengedje a kupolát a helikopter. Úgyhogy azért ott elég hosszadalmas volt, és hogyha valaki tudja, mit kell figyelni, észrevehette volna, hogy ott egy kihajolt, egy segédpilotánban gondolom ketten voltak, és egy erővágóval vágta el a drótot. És akkor végül elment a helikopter. Tehát Veszprémbe jött a helikopter. Jó, tehát akkor ez lett volna, ez a blokk lett volna a város részéről, és akkor a következő, a tudományos ismeretterjesztés a TIT keretein belül indult el. Ugyanúgy idős emberekről van szó, és sajnos nem tudtak eljönni azok, akiket szerettem volna gyógykezelés vagy egyéb problémák miatt. A TIT-et egyedül Rezső bácsi, légy szíves gyere. Most a TIT jelenlegi elnöke Nagy Rezső, doktor Nagy Rezső képviseli, és akkor azt hallottam, hogy a Bandi sokkal jobban beszél, mint én, lehet hallani jobban. Hol vagy? Jó. Akkor Szili István természettudományi titkárnak a visszaemlékezését fogja elolni. Gyere ide, Rezső bácsi, ülj ide. Rövid visszaemlékezés. A TIT és a csillagászat között régi a kapcsolat. Mondhatni, egyik a másikat hívta létre és kezdett virulni. Legalábbis az ismeretterjesztés oldalán. Mert maga a csillagászat alig, hanem egyidős az emberrel. Ezekről itt és most nem beszélek, különben is már mások feldolgozták a történetüket. Csak arról a rövid időszakról tudok beszámolni, amikor természettudományos szaktitkár voltam, ez pedig 1979 és 83 közé esett. Mint a városban élő tanárember, természetesen rendre felfigyeltem a távcsőépítés eseményeire. Tanúja voltam a kupola elkészítésének, és nem utolsó sorban Hajmási Józsi bácsi fáradhatatlanul ügybuzgó tevékenységének. Ez az időszak nagyszerűnek bizonyult, hiszen egyúttal az űrkutatás fellendülésének időszaka is volt, és a kor követelményeinek ez az ideológiai háttér nagyszerűen megfelelt. A csillagászati alapismeretek elterjedése soha nem tapasztalt lendületet vett, különösen a fiatalok részéről, akiket többek között az akkor még ugyancsak fiatal Hudoba Gyurka vett a hónalja alá. Szinte napi kapcsolatban álltunk egymással. Ma is élénkkel emlékszem, ahogy Halk szavúan rákérdezett, nem érkezette meg a legújabb Skyen teleszkóp. A magyar zsebnek túl drága lapot ugyanis a TIT fizette elő. A Magyar Csillagászati Egyesület havi folyóirata különben a Meteor volt, 1971-ben járunk, akkor már nem csak az észlelő amatőrök körében keresett és népszerű havilap. Máskor Nagy Rezső jelent meg, hogy beszámoljon az előadásáról és jelentő lapját leadja. Akkoriban azonban gyakran a fővárosból hívtak előadókat. Kulin Györgyöt, Pál Györgyöt, Almár Ivánt, Érdi Krausz Györgyöt, Ekter Tibort, ifja Barta Lajost, Marik Miklós, Csinka Józsefet. Igen, hiszen a TIT a leadott és leigazolt jelentő lapok alapján tudta csak kifizetni az előadást. Itt, a városban és vidéken is nagyon népszerűek voltak a csillagászati és űrkutatási témák. Különösen az iskolákban és a honvédségnél. Az iskolákban azért, mert akkoriban semmilyen csillagászati ismeret nem szerepelt a tantervekben, és többnyire a fizika, esetenként a földrajz tanárán múlott, hogy becsempészi-e a csillagászkodás alapjait, vagy sem. Az űrkutatás eredményeit is szívesen hallották azoktól, akik a témához legközelebb álltak.
Hajmási Józsi bácsi például diasorozatokat készített, amelyek között a bolygók, a világegyetem felépítése, az űrkutatás eszközei és eredményei, többek között az akkoriban kibontakozó űrtérképezés, távérzékelés szerepeltek. Az akkori idők másik fontos témája a számítástechnika volt. Hírét vettük főleg külföldön élő magyaroktól, hogy valami újféle csodaszerkezet kapható odakint, amit személyi számítógépnek javallottak nevezni. El sem tudom hinni, hogy 50 év telt el azóta, és nálunk is mindennapossá váltak az elektronikus eszközök. Szili István. Köszönjük szépen. A következő az Márkusné Sőga Erzsébet lesz. Hogy Judit itt vagy valahol? Nagy Judit. Ezt meg te olvasd, mert hölgynek a visszaemlékezés. Jó, légy szíves, hogy legyen egy kis változatosság a dologba. A Bandi pedig majd a saját jogán is fog majd beszélni néhány dolgot a rendi díjjal kapcsolatban. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, én is a tudomány katonája vagyok, több más kollégámmal együtt, akik elsősorban a művészetükről híresültek el a városban, de vagyunk még egy páran itt, akik a művészetek iránt is és a tudomány iránt is elköteleződtek. Én a Széchenyi István, akkori Ságvári Endre szakközépiskola, majd a Kandó Kálmán villamosipari műszaki főiskola hallgatójaként üdvözölhetem volt tanáraimat, oktatóimat is. Így hát ilyen minőségemben most úgy gondolom, hogy talán én is megérdemeltem, hogy felolvashassak egy levelet. Kedves Gyuri, visszaemlékezve a régi szép időkre, korábban a Videotonban dolgoztam, ahol én is egyébként, mint gyártástechnológus, később pedig a gyártásfejlesztő mérnökként. 1985-ben kerültem a TIT-hez, hogy ellássam a szervezőtitkári feladatokat. Abban az időben a TIT széleskörű ismeretterjesztő munkát végzett. Az egész megyére kiterjedően iskolák, kollégiumok, művelődési házak kulturális igényeinek kielégítésére megfelelő felkészültséggel rendelkező, képzett előadókat biztosítottunk. A különböző humán és reál tudományterületek előadói szakosztályokba tömörültek akkor, a 19 szakosztály közül az egyik legaktívabb pont a csillagászati és űrkutatási szakosztály volt. Hála Hajmási József fáradhatatlan tevékenységének. Szívós munkával elérte, hogy az ifjúsági házat eleve úgy tervezték, hogy ott egy csillagvizsgáló működjön. Egy 6 méter átmérőjű kupola alatt fixen felállított távcsővel. A rendszerváltozás után sok minden megváltozott. Maga a TIT szervezetileg is átalakult, a hajdani szakosztályok részben önálló civil szervezetekké váltak, vagy egyszerűen megszűntek, és tagjaik előadóként, vagy tanfolyami oktatóként dolgoztak tovább az egyesületnél. Végül már csak a csillagászok maradtak meg a TIT keretei között szakosztályi jelleggel, akikkel mindvégig nagyon jó kapcsolatokat ápoltunk. Bár a pénzforrások elapadtak, ők továbbra is kitartóan folytatták a hagyományokat, önállóan szervezték és tartották az előadásokat, a távcsöves bemutatókat, vezették a csillagász szakköreiket önkéntesen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Gondoskodtak a csillagvizsgáló működtetéséről, a távcső karbantartásáról, sok ezer látogatónak megmutatva az égbolt szépségét. Kívánom, hogy a következő 50 év is hasonlóan eredményes legyen, remélve, hogy lesz. Az idősek korosztálytól is átveszi valaki a stafétabotot. Üdvözlettel Márkusné Sögl Erzsébet. Köszönjük szépen, és akkor most egy-két mondat erejéig a TIT jelenlegi felállásában Nagy Dezső elnököt megkérném. Köszöntöm én is az összegyűlt népes közönségetok, a jelenlevőknek a nagy részét ismerem, hiszen ugye én most, mint a Tit-Fejér megyei egyesületének az elnöke beszélek, de azért mindenki tudja, hogy én a csillagászati ismeretterjesztéssel foglalkozom. A Titen belül is, meg a Magyar Csillagászati Egyesületen belül is, és mindenféle egyéb
szervezett és szervezetlen formában egyaránt. A TIT Fejér megyei egyesülete az hát rendületlenül működik, igaz, hogy egyre hát kisebb, kevesebb bevétellel, de ahogy az előbb az Erzsikének a leveléből is lehetett látni, ez olyan nagyon nem zavar minket, hogy kevés a pénz. Lényeg az, hogy ki tudjuk fizetni az irodabérletet, meg az ilyen fontos költségeket, közüzemi és egyéb költségeket. Tehát én most ugye megpróbálok elvonatkoztatni attól, hogy én csillagászati ismeretterjesztő is vagyok. Hát a TIT Fejér megyei egyesülete nevében kívánok most eredményes és jó hangulatú tanácskozást, aztán majd később még mint csillagász ismeretterjesztő is fogok beszélni. Köszönöm szépen! Úgy látom, hogy sikerült tartani ezt a feszes ütemet, ez nagyon pozitív jelzés. Akkor a következő blogban felkérném ezen intézménynek a egykori és jelenlegi vezetését, hogy akkor fáradjanak ide ki. Kovács Gyurit, itt a valamelyik széket támadjad meg. Ugye Magyarics András igazgató urat, volt igazgató urat. Néhai Tóth Lászlóra ez a fénykép emlékeztet bennünket, és ővel a kapcsolatban majd még Judit még egyszer meg fog nyilvánulni itt, és végül a jelenlegi Dorottya, gyere valóban, ugye kis Dorottyát. És akkor mindjárt fölkérem Kovács Györgyöt, akivel nagyon jó kapcsolatunk volt. Ugye korábban a távcső ott volt a Vidám Parkban, a óriáskerék, a néhai óriáskerék mellett, már az sincs meg, és akkor ide teherautóval áthoztuk, hogy majd fölvisszük a távcsövet. És akkor most nem tudom, hogy kivel. Lezső bácsi, lehet, hogy veled erőködtük, hát nehéz az a talpa, a nehéz talpa, vas talpa az egésznek, és a Kovács Gyuri igazgató jött le itt a lépcsőn, és vigyorgott ránk, hogy itten erőködünk, és mondtam, inkább fogjad meg a segítsé nekünk. És megfogta, és majdnem, hogy ő vitte az egészet föl a vállán. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm most, hogy ő hogy emlékszik a régmúlt időkre. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a konferencia, illetve az ünnepség résztvevőit. És hát, így Gyuri elmesélt, valójában én nem gondoltam, hogy ilyen nehéz dolog a csillagászat. De azért felcipeltük a távcsőnek a talpát. Az én emlékeimben a 60-as évek második felében, ahogy sétáltam esténként a városba, a Liszt Ferenc utcánál mindig találkoztam egy úriemberrel, aki távcsöves bemutatókat tartott, és a későbbiekben megismerkedtünk, Hajmási Józsefnek hívták ezt az úriembert, aki végtelen szeretettel és türelemmel mesélt a csillagokról. Későbbiek során, amikor már tanítottam, akkor pedig a Megyei Művelődési Központ filmtár vezetőjeként dolgozott, és nagyon sokat beszélgettünk a csillagászatról. Akkor én még nem tudtam, hogy az élet majd úgy hozza, hogy én ide kerülök az intézménybe. És 1975. decemberében, amikor ide kerültem igazgatóként a Ifjúság és Úttörőházba, a kupola helyén egy kis alacsony kupos bádogtető volt, és hát rövid idő alatt megtudtam, hogy itt egy szorgos hangyaként működő társaság már előkészítette azt, hogy idővel egy csillagvizsgáló kupola kerüljön az épület tetejére. Kendrovics urat én az Ikorusból, mivel én előtte ott dolgoztam, ismertem, és
nagy örömömre szolgált, hogy ő is ennek a társaságnak egy jeles képviselője volt. És hát elkészült a kupola, én magam is szemrevételeztem Somlay Otto vezetésével a könnyű főműnek a csarnokába. Egy nagyon nagynak tűnt ott a földön, mondtam, hogy nem is tudom elképzelni, hogy kerül ez ide fel az épület tetejére. És hosszas tervező munka eredményeképpen a MÁV járműjavító, az Ikarusz, a Videoton összefogva végül is létrehozta ezt a nagyon szép csillagvizsgálót. Én ugyan személyesen nem voltam akkor jelen, amikor a helikopter az előbb látható fűnbe szállította a kupolát a helyére. Magyar és Bandi kollégám mesélt el másnap, hogy hatalmas szél volt, és mindenki rettegett, hogy egyáltalán sikerül-e letenni ezt a kupolát, hát végül is sikerült. A Józsi bácsi munkájaképpen, amikor elkészült az első 30 centis távcső, ami még a Vidámparki óriáskerék tetején lévő helyén volt, oda is nagyon sokat eljártam esténként nézegetni. Józsi bácsi szavait ittam valósággal, hiszen olyan nagy szakmai tudással rendelkezett, és olyan végtelen türelemmel tudott magyarázni, hogy a közönség mindig csodálkozva hallgatta. Itt aztán szinte napi kapcsolat alakult ki a csillagászokkal, beindult a kupola felépítése és a távcső helyreállítása után a csillagászat élet a negyedik emeleten. Még egy kedves emléket hadd mondjak, már eltelt egy-két év, amikor a néptánc szakkörbe egy apuka hordta a lányát, és megkeresett engem, és mondja, hogy ő hajózó repülős volt, és már levették a gépről egészségi állapota miatt, de nagyon szívesen odaadná nekünk a hajózó sisakját. Egy szuperszonikus géppel repült, ugyanolyan sisakjuk volt, mint az űrhajósoknak, és elhozta ezt a sisakot, amit hát nagy örömmel vittem a csillagászoknak, és jelen pillanatban is még a relikviák között megtalálható ez a sisak. Nagyon kedves emlékeim fűződtek Kulin Györgyel való találkozáshoz. 78-ban egy országos csillagászati találkozót, gyermekcsillagászati találkozót rendeztünk, ahol távcsőkészítés volt az egyik gyakorlati feladat. Hát elég körülményesen jött össze a távcső minden alkatrésze, azért elmondanám, hogy a momtan műhelyébe csiszolták a lencséket, a váci tanműhelybe csináltuk azokat a kis csöveket, amiben belelettek ezek illesztve, és ez egy gyakorlati feladat volt. Gyurka bácsinál nagyon sokszor fenn voltam az Uránia csillagvizsgálóval megbeszélni ennek a részleteit, és Gyurka bácsi is nagy boldogsággal látta, hogy a gyerekek összerakták a távcsövet, és hát ezt a távcsövet el is vihették magukkal haza természetesen. Úgyhogy mindenkinek egy ilyen kis kedves ajándék volt ennek a távcsőnek a tulajdonlása. Későbbiekben, amikor elkerültem a megyeművelődési központ élére, ugye a TIT-tel volt nagyon szoros kapcsolatom, hiszen egy épületben dolgoztunk, és a TIT adott helyet a csillagászok előadásainak, de több esetben mi magunk is a megyeművelődési központ részéről támogattuk a csillagászati előadásokat, illetve nagyon sokat segítettünk a vidéki művelődési házba, hogy a TIT előadók megfelelőképpen tartassák meg ezeket az ismeretteresztő előadásainkat. Sajnos meg kell állapítani, hogy ez a tevékenység, ugye a Schlegel Erzsébet leveléből is nagyon visszaszorult, és
ezt én a mai napig is hiányolom, hogy vidéken a működő művelődési otthonokban nincsenek ilyen típusú előadások. Nem csak csillagászata nincs, hanem nagyon sok minden más előadás hiányzik. Úgy gondolom, hogy ez a 6 évtizedes munka, amit a csillagászatot érintve minden emberhez szinte eljutott azokat a legfontosabb ismereteket, akik részt vettek ezeken az előadásokon, ez nagyon jó eredményeket szült, és hát itt a csillagász szakkör tagjai közül azért ezt meg kell említenem, hogy méltán voltunk büszkék azokra a gyerekekre, akik egyetemen csillagász szakot választottak, és a világ minden részén találunk olyan csillagász szakembert, aki itt a Terkán Lajos csillagvizsgálóba ismerkedett meg a szakmával. És hát van közöttük olyan is, aki a Harvardon tanított, a NASA-nál is mindig felbukkan egy-egy csillagász szakköri tagunk. Tehát ez is fémjelzi, hogy milyen nagyon fontos ennek a tevékenységnek a későbbi segítése és az elért eredményeknek a további anyagi támogatása. Hát ezeket a személyes emlékeket kívántam önökkel megosztani. Köszönöm a figyelmüket. Jó. Köszönjük szépen. És akkor itt ez a fehér távcső, ez az, amivel a Józsi bácsi a társulás bemutatókat tartotta, ott a piasztéren, Liszt Ferenc utca kanyarulatában. És ugye hát Józsi bácsi nagyon kitartó volt, mondhatnánk, hogy konok, ha valamit a fejébe vett, akkor azt végigvitte. Hát ennek az eredménye szerencsére, hogy ő ilyen volt. Mondták, hogy ha kidobták az ajtón, visszamászott az ablakon. De. És ez alkalomból nagy szeretettel köszöntöm Hajmás Józsi bácsi lányát. Úgyhogy... Úgyhogy aki megtisztelte jelenlétével a rendezvényünket. Következő igazgatónk, Magyarics András, volt ő vele kapcsolatban csak annyit, hogy ő uralkodása idején érkezett meg az a távcső, ami nem tudom, még mindig csak az állványa van, mert fönn maradt egy csavar, és akkor még sincs összerakva. Ugye ez egy Amerikából jött, egy automata távcső, számítógép vezérli, és akkor mondjuk, hogy menjél ide, ezt akarom látni, és akkor oda megy, és akkor csak bele kell nézni. Pénteki napon érkezett meg, tehát úgy hívjuk, hogy péntek. Tehát ennek a távcsőnek az a neve. És hála Bandinak a nagyon ügyes és körültekintő munkájának, hogy ő rajta keresztül és az ő odafigyelésével sikerült hozzájutni. Bandi, légy szíves! Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, köszönöm a lehetőséget. Uralkodásról beszélt az imént kedves barátom Hudoba György. Hát akkor stílusosan azt mondom itt most, hogy ezelőtt 40 éve itt egy koronázás volt ebben a házban. Koronázás volt, mégpedig a kupola elhelyezése, amely a házra került. Ezt én koronának nevezem. Ez a kupola, ez egy 6 méter átmérőjű tárgy volt. És itt a várost megkerülve hozta az a helikopter őrült viharos szélben, amilyen csütörtökön volt, emlékeznek rá. És így hozta, így azért hozta, hogy lássátok. Így hozta, és attól féltünk, hogy vissza kell mennie, vagy le fog szakadni az a drót, és nagy tragédia történik, mint ahogy izgultunk, hogy vajon a film az ma előjön-e. Azért hoztam egy biztonsági tartalékot, hogy lássátok, hogy itt a város szélén, hogy nehogy leszakadjon és valakinek a fejére essen, hozták körbe ezt a bizonyos masinát, és rakták így rá. Hát ez volt az én számomra egy koszorúzás, ez a ház megkoszorúztatott. Unokáim vannak, vagy ketten, nem többen sajnos, és amikor mesélek, akkor mindig mondják, hogy papa, a lényeget, a lényeget.
hát az ember hajlamos rá, hogy elkalandozik, és én azért leírtam a mondandómat röviden, tömören, hogy nehogy elfussak valamerre nagyon messzire. Persze kézzel, ugye, hogy... Sokan kérdezték, hogy milyen volt a kapcsolat, a viszony, milyen helyzet volt a ház, illetve a csillagászok között. Hát kiváló kapcsolat volt, nagyon jó volt a légkör, és ennek egy oka volt, hogy hagytuk dolgozni őket, amelyre majd kérek mindenkit, aki valamikor fenntartó vagy igazgató lesz, hogy tessék őket hagyni. Kiváló emberek, korrekt emberek, és lehet rájuk számítani. Én személy szerint rengeteget tanultam tőlük. Tőlük hallottam először arról, hogy a fénnyel is lehet szennyezni. Arról, hogy a fény milyen sok kárt tehet az élővilágban. Mehr Licht, több fényt, mondta, kérte Goethe a halálos ágyán. A csillagászok kevesebb zavaró földi és több égi fényt kérnek, hogy el tudják végezni tudományos munkájukat. A szlovákiai Hurbanovo sok ember számára egyet jelent az ott gyártott, egyébként igen finom, aranyfácán sörrel. A pohár már van, de még itt van nincs. Szlovák úr Zlatni Bazant. A csillagászoknak az egykori felvidéki ógyalla arról híres, hogy 1871-ben Konkoly-Tege Miklós ott hozta létre csillagvizsgálóját, amelyet aztán 1899-ben az államnak adományozott. Amikor 1919-ben a felvidék és vele együtt ógyalla is Csehszlovákiához került, akkor a fehérvári születésű Terkán Lajos, aki ott volt adjunktus, majd obszervator, mentette, ami menthető. Társaival áthozták Budapestre a távcsöveket, műszereket, a szakkönyvtárat. Hurbanovo egyébként ma a szlovák amatőr csillagászat központja. Terkán Lajosról többet dr. Hudoba György könyvében lehet tudni, ami 21 éve jelent meg. Gyurikám, majd nekem dedikált, légy szíves. Az idő eljött. Most pedig néhány szót a jelenről és a jövőről. Úgy gondolom, hogy lehet bármilyen politikai forgószél, a csillagda marad. A jó gazda gondosságával és éberségével Hudoba György felfigyelt bizonyos szélfúvásokra és ebből eredendezhető haraszt zörgésekre. Tudván levő, hogy a város itt a környéken kívánja létrehozni a középiskolai negyedet, amely során a szabadművöldés ház is átépítésre kerül. A csillagvizsgáló mellé például kávézó, presszó terveznek, és lift is épül. Én azt kérem a ház és a város vezetőitől, hogy ne értjük nélkülük, hanem velük döntsenek minden fontos kérdésről. Zárásul, oldásul egy kis humor. Belefér, Gyuri? Belefér. Ugye megtanultuk Öveges és Hajmási tanár úrtól szemléltetni, szemléltetni. És hogy egyszerű eszközökkel is lehet csodákat művelni. Egy ízben, van már 30 éve is annak, Debrecenben jártam, és az ott élő öcsém városnézésre hívott. Gyere, elviszlek a csillagvizsgálóba. Képzeljék el, a fizetésnap a városszéli kocsma kerthelysége zsúfolásig melósokkal. És mit látok? Vizsgálják a csillagos eget. Ugye milyen szép nyelvi lelemény? Gyurikám, ha sok a vendég a csillagvizsgálóban, a távcső meg kevés, akkor átmentek a presszóba. Nagyon szépen köszönjük, de ismerős ez egyébként, innen is úgy hívják, hogy Szivacs Őrs. Jól mondom, Otto? Igen. Köszönjük szépen.
Már kezdtem aggódni, hogy hát nem sikerül késésbe lenni, most már kicsit pár perc, nem nagyon, de azért már. A következő Mihai Tóth László. A dolognak érdekessége, így alakult, éppen ma van születésnapja Lacinak, úgyhogy jutkán meg is kértem arról, hogy egy-két szóval emlékezzen meg róla. Én is mondanék valamit a kapcsolatunkról, hát régi jó kapcsolatunk volt, és egyszer csak, nem tudom, Angyal Szabolcs itt van? Nem láttam. Jó. Tehát a működtetéshez, hogy legyen kiadvány, legyen előadói tiszteletdíj, vagy valami, akiket hívtunk, hát a város támogatását szoktuk kérni. És akkor egyszer csak azt mondta nekem, hogy Szabolcs, hogy hát ez az utolsó alkalom, hogy még sikerül valamit csinálni. Jövő évtől kezdve már csak bejegyzett civil szervezetek kaphatnak támogatást. Úgyhogy ilyen módon, hát akkor vagy egyesület, vagy alapítvány. Ez a két dolog, ami szóba jöhetett, és hát Tóth Laci volt az, aki mint Tóth László, valamint a másik a Szabadművelési Ház, ez a kettő mint alapító hozták létre azt az alapítványt, azt az adminisztratív szervezetet a fejünk fölé, hogy egyáltalán tudjunk pályázni valamilyen pénzre, és legyen folytatásunk. Akkor most Juditot megkérem, hogy ő tudja, hogy mire. Nagyon sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Hát Tóth Lacinak boldog születésnapot kívánok ezúton is, aki most fölülről figyel bennünket, és hogyha visszaemlékszünk a házzal kapcsolatos évfordulós ünnepényekre, akkor ez volt az a pillanat, amikor Tóth Laci mindig összefoglalt, hiszen az előző két igazgató után neki mindig egy kicsit az összefoglalás, a tömörítés jutott. Hát most valahogy én is így vagyok, hogyha vissza kell gondolni rá, hogy nagyon örülök, hogy olyan szemlélettel rendelkező emberek között lehetek, akik holisztikusan, egységes egészében vizsgálják a világot, nem a politikai események határozzák meg a mindennapjukat és a gondolkodásukat. És még egy nagyon fontos dolog tudatosult bennem. Az előző igazgatók hozzászólásából is, valamint az előzetes felszólalásokból is, számomra egy nagyon-nagyon lényeges kérdés tisztult ma ki. Én gyerekkorom óta járok ebbe a házba, és azt gondolom, hogy az országban nincs még egy olyan intézmény, ahol tudomány és művészet ennyire szorosan összefonódott volna, ahol így megfért volna, hogy tulajdonképpen a tudósok, a művészek között ilyen laza kapcsolat, átjárás lett volna. Mi vagyunk a város, nem a politikai vezetők. Ne hagyjuk, hogy ez a dolog változzon, hiszen ami nekem természetes volt gyerekkoromban, én soha nem figyeltem erre, most vált nyilvánvalóvá ezekben a percekben. Ne hagyjuk, hogy a gyerekeink, az unokáink úgy nőjenek fel, hogy ez másképp legyen. Ez így természetes, ennek így kell lennie. Úgyhogy, ha ez nem így van, akkor tiltakozzunk ellene. Egy nagyon fontos kérdést fogalmazott meg az előző két igazgató, és tulajdonképpen nem mondták ki ezt a szót, én kimondom, a közművelődés lényegét. Igenis, ez közművelődés. Kellenek a művelődési házakba tudományos előadások, kellenek világnézeti klubok, filozófiai előadások, ez a közművelődés lényege. Nem szabad ezt a két dolgot külön választani. És Tóth Lacira, akit a gyerekek csak Pót Lacinak hívtak mindig, mert a Tótnak semmi értelme nem volt, mindig szívesen emlékszünk vissza, és visszautalva Kovács György igazgató úr, a csillagászat ilyen nehéz dolog gondolatára és történetére, nekem pedig az jutott eszembe, hogy ugye Laci fizikatanár volt, örök szkeptikus, és amikor a színházi díszletek cipelésével voltunk épp elfoglalva, akkor egyszerűen csak odajött, és mondta, hogy tudjátok, ez egy erőkar, fizika. És akkor mindjárt tudtuk, hogy hogyan lehet ezt könnyebben is felcipelni, lehet, hogy az igazgató úrnak is részt kellett volna venni ezen a kurzuson. Most pedig következzék egy rövid kis írás, egy szkecs, ahogy Laci mondaná, ami megjelent a szkeptikusok kis kötetében, és ez az előadás pedig
amelynek az a címe, hogy Lakó bizalminak. Elhangzott 2003. október 26-án. Tisztelt lakóbizalmi úr! Alulírott első emelet 101-es ajtó alatti lakos, mivel személyesen megjelenni nem tudok, kérem alábbi közérdekű levelem felolvasását folyóhó 26-án esedékes a lépcsőház felmosása tárgyában tartandó lakógyűlésen. Tisztelt lakótársak! A mai lakógyűlés témája látszólag ugyebár az lenne, hogy ki, mikor, milyen gyakorisággal és főképp milyen alapossággal mossa fel közös lépcsőházunkat. De igen, tisztelt lakótársak, ez valójában csak a látszat, hogy úgy mondjam a felületes, bocsánat a kifejezésért, primitív kérdésfelvetés. A probléma lényegét igen, tisztelt XY lakótársunk fogalmazta meg helyesen, ilyetén módon felmossuk-e a lépcsőházat? Ne tessenek mosolyogni, igen, tisztelt lakótársak, valóban ez a lényegi kérdés, mint azt magam is több alkalommal megtapasztaltam a lakókkal folytatott gyakori és igen elmélyült beszélgetéseim során. Mert megmosolyogtatóan naív az a lakótársunk, vagy csak egy közönséges civil vélekedő, aki azt válaszolja erre, természetesen felmossuk, mert különben piszkos, azt nem mondjam, mocskos lépcsőházban élünk. Márpedig, ha a lépcsőház mocskos, lehet-e más az egész ház is? Nos, igen, tisztelt lakógyűlés, a dolog korántsem ilyen egyszerű. Mert mit kezdjünk például egyik, most itt meg nem nevezendő lakótársunk vélekedésével, aki erre azt mondja, hogy kikéri magának. Kikéri magának, hogy a lépcsőházi állapotokat egyszerűen kivetítsük az ő földszinti bérleményére is, megfelelő körültekintés, tájékozódás, az érintettek megkérdezése, jogos érzékenységük tekintetbevétele nélkül felületes általánosításokba bocsátkozzunk. Lakótársunk egyenesen azt állítja, hogy elvi szempontból kell megközelíteni a kérdést, ilyetén módon voltak éppen érdektelen is az ő bérleményének tényleges állapota. Az elv a lényeg, kérem szépen, ne általánosítsunk. Ismerjük el, kedves lakótársunk, nem kevés igazságot tartalmazó álláspontját. Egy másik lakótársunk, szintén a földszintről, ezzel szemben sarkig tárta az ajtaját, tekintenénk be, az ő lakása milyen patyolattiszta, neki mélységesen mély meggyőződése, hogy a lépcsőházak megtisztulásához a tiszta lakások példáján keresztül vezet, talán nem a legrövidebb, de minden bizonnyal a legbiztosabb út. Emelakotásunk odáig ment a példamutatásban, hogy be is invitált, körbevezetett a lakásban. Igaz, harisnyában kicsit feszengve tettem meg a sétát, de végtére is valóban udvariasan kért, hogy becsüljem meg a munkáját. Az ő vélekedésének jogosságát is, ugye, nehéz lenne elvitatni. Harmadik lakótársunk kevésbé nyájas, de az imintivel valamiképpen mégis rokonítható kijelentése úgy szólt, hogy ő már bocsánat a kifejezésért, de szarik a lépcsőházra. Az ő lakása kifogástalanul tiszta, a többihez semmi köze, de megint csak idézni vagyok kénytelen. Térdből töröm el a lábát, aki sáros cipővel lép a szőnyegemre, mondta lakótársunk. Talán nem elég árnyalt, hogy úgy mondjam kissé rusztikus, de kétség kívül nem érdektelen vélekedés az övé. Megint másik kedves lakótársunk, immár az első emeletről, azt mondta. Nézze, kedves szomszéd, én készséggel feltakarítom a lépcsőházat, ne vegye dicsekvésnek, ezt hoztam magammal, én adok a környezetemre. Még a korlátot is mindig végig moson fertőtlenítős vízzel. Gondolja meg, micsoda szégyen lenne, ha hozzáragadnának a vendégeim. Azt persze senki ne várja, hogy végig mossam mind a négy emeletet. De az én szintemig mindig bárki elintézheti, és bárki ellenőrizheti. A többi nem az én zólogom. Mindenki vállalja a maga részét. El kell ismernünk, kedves lakótársak, mitagadás, némiképp egzisztencialista színezetű megközelítése van ennek a vélekedésnek, de azt nem mondhatjuk, hogy nincs jogalapja. Néhány perccel az imént idézett beszélgetés után feldúltan csengetett nálam Évike lakótársnőnk a negyedikről, mondván ne keressem,
honnan, de tudomást szerzett róla, miket is hordott össze az a kiállhatatlan alak, akivel az előbb társalogtam, és akiről ő már többször megállapította, hogy nagy baj keverő. Könnyen beszél, aki mint én, az első emeleten lakik, de hogyan takaríthatná mindenki a saját szintjéig a lépcsőházat? Mit tegyen az, mint ő maga is, aki a negyedikig jutott a lakása, ki tudja miért, ott van. Nem elég, hogy fölötte ázik be a tető, mert a legjobb lakók sem hajlandók beszállni a javítás költségeibe, még akkor ő mossa végig mind az öt szintet. Ha, már engedelmet kér. Igazságos teherviselést követel és vár el mindenkitől, mint ő mondja, teljes joggal. Tisztelt lakógyűlés, bizony, azt gondolom, hogy a fentiek mind-mind legalábbis megfontolásra érdemes szempontok, és akkor ezeket még bízvást tekinthetjük kiragadott példáknak. Bizony, tisztelt lakótársaim, körültekintő, bölcs határozatra kellene jutni a kérdésben, ha ez egyáltalán lehetséges. Magyarország 2003. október 26-a. Tisztelettel. Lakó az első emelet 101-ből. Utóirat. Sajnálom, hogy magam személyesen nem tudom segíteni a munkát szerény hozzájárulásként. Fogadják tőlem eme jó szándékú sorokat. Talán örömet szerzek azzal, hogy mire a tanácskozás véget ér, én addigra végzek a lépcsőház felmosásával. Köszönjük szépen. Talán átjött mindenkinek, hogy itt a szellemi környezetszennyezésről volt szó, csak ilyen megfogalmazásban. Hát ugye ez rész, amit próbálunk itt a szkeptikus találkozókkal csinálni, ezt a felmosást. Akkor felkérem a kis Dorottyát, hogy sikerült. Igen. A magam részéről is szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai évfordulós megemlékező konferencián itt van velünk. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek, és az ország minden tájáról velünk vannak. Magamról annyit szeretnék csak elmondani, hogy 2008 óta, tehát 9. éve vagyok igazgatója ennek a háznak, és remélem, hogy a telapó csillagvizsgálónak semmiféle panasza nincsen arra, hogy az együttműködés ne lenne megfelelő. Ennek egyik bizonyítéka az is, hogy a 2013-as kutatóballon projektben nagyon szorosan együttműködtünk, aminek a képeit itt lehet látni majd a falakon. Gondolom, hogy erről bővebben is szó fog esni. Én nagyon örülök, hogy itt a természettudományos ismeretterjesztés ennyire aktív. Magamról csak annyit hadd mondjak el, hogy a Teleki Blanka gimnázium matematika tagozatára jártam, tehát tőlem sem áll távol bölcsészdiplomám ellenére a természettudományok szeretete. És arra törekszünk ebben a házban, hogy mindenfajta ismeretterjesztésnek a művészeteken kívül helyt adjunk, ahogy Nagy Judit is ezt elmondta. Tehát mindenféle tudomány ágban szoktunk előadásokat tartani. A megkutatott, kutatók által megkutatott dolgokat közvetítjük a közművelődés által. És hát magam is nagyon-nagyon elhivatott szószólója vagyok a közművelődés létjogosultságának és jövőjének, úgyhogy azt gondolom, hogy senkinek sem kell amiatt aggódnia, hogy nem szeretném megfelelően képviselni az intézmény jövőjének a sorsát a városvezetés felé. Mindent megteszek, úgy, ahogy Magyarics András igazgató úr is kérte, hogy a jelenlegi vezetés ne hagyja se a csillagvizsgálót, se a közművelődést természetesen háttérbe szorítani. Én ígérhetem, hogy magam részéről és a munkatársaim is mindent megteszünk. És hogy ne csak ilyen nehéz dolgokról beszéljek, mert bizony nem könnyű a mai helyzetben nekünk megőrizni ezt a szellemiséget és ezt a hagyományt, amit itt az elmúlt 42 év jelentett. Szeretnék önöknek egy ajándékot átnyújtani, egy tortát készítettünk az évfordulóra, amit gondolom majd a szünetben fogunk elfogyasztani, és nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, és akkor el lehet a felszabadult.
hogy mondjam finoman, tehát mindenki érti. Jelképesen akkor most az utolsóként a kuratóriumot szeretném bemutatni, ha az itt levő valakik, akik itt vannak. Grósz Imre elnök, itt vagy még Imre? Itt van. És csak leveti a fényképezőgépet magára. Egy pillanatra... Jó. Bátor Imre, nem látom. Azt hiszem, hogy valami edzésem van Budapesten, azt mondta. Dalos Robert. Robi, megint tegnap szólt, hogy jaj, hát annak ellenére, hogy azt ígérte, hogy itt lesz, mégse lesz itt valamilyen program miatt, viszont ő szponzorálta azokat a kis hűtőmágneseket, amelyek az acskóban vannak. Tehát azért kicsit mégis itt van. Kis Judit, Jutka, hol vagy? Itt voltál? Ott van hátul. Ő a titkári teendőket látja el, és most reggel, mielőtt indultam, Nyírati László, ugye az 5. kuratórium itt a telefonát, hogy sajnos nem tud eljönni egészségi problémák miatt. Hát több problémája volt szegénynek, mert nemrégen operálták, de most éppen valamilyen gyomorfertőzéssel küzd, és nem tudja a fajanszot nagyobb, hosszabb időre elhagyni. Hát végül, hát szeretettel köszöntöm a felkért előadókat. Most nézve, nem akarok mindenkit, mert az idő nagyon múlik. A hozzászólókat és a hozzá nem szólókat is, és minden kedves jelenlevőt, valamint azokat is, akik a Galéria Webcast jó voltából, ott a fülén van a fülhallgató, Galéria Webcast, igen, integet. Tehát az internet közvetítésen keresztül követik az eseményeket. Mennyien vannak, tudod? Néhányan. Jó, köszönjük szépen. És most akkor ismét a Hungarikum együttesi a szó. Tehát eddig volt a politikai blokk, erre is van egy válaszunk zenével, és utána átadjuk a szakmának a dolgot, a Csillagok, Csillagok című voltál. Nem kell annak semmi dolog.
Oh,